A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Dr. Dézsi Csaba András vagyok, a Győrpuszt Televízió két hetente jelentkező egészségi életmód magazinjának szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban azzal foglalkozunk, ami mindannyiunk számára a legfontosabb, az egészségünkkel. Megismerhetjük a szakemberek véleményét arról, hogy miként kerülhetjük el a betegségeket, illetve mit tehetünk akkor, ha már megjelennek az első tünetek. Ha az érbetegségek kerülnek szóba, az emberek elsősorban a viszerekre gondolnak. Márpedig a verőerek betegségei ennél sokkal súlyosabbak, akár életveszélyesek is lehetnek. Magyarországon a vezető halálok az erekbetegségek, köztük a szívinfarktus, vagy az agyi ereinket érintő stroke. Ezeknek a tragédiáknak a jelentős része megfelelő életmóddal megelőzhető volna. Dr. Tamás László János érsebész, a Győri Etszaladár megyei oktatókórház főigazgató főorvosa az érrendszerünkről mond el meghökkentő számokat, érdekességeket, bemutatja a kezelés és a gyógyítás lehetőségeit. A vele készült riportot két részben fogjuk sugározni, ma ennek az első részét láthatják. Amikor az érbetegségekről esik szó, akkor általában a laikusok között rögtön a jól látható viszerek kerülnek előtérbe, és mindenki arra gondol, hogy a viszér az érbetegség. Valóban a lakosság, felnőtt lakosság 15%-ának van valami forma viszérbetegsége, ennek legalább 10%-a, tehát a lakosságban elég jelentős számban komoly problémát okozó kezelést vagy műtétet igénylő betegség. Komoly szövődménye is lehetnek, mégis azt kell mondanom érsebészként, hogy az igazi nagy társadalmi, populációs és ellátórendszeri problémát azért általában a fejlett országokban a verőérbetegség okozza. Részben azért, mert nagyon nagy számú verőérbeteg van közöttünk. Ha a betegségek mortalitását nézzük, a halálozását, akkor első helyen áll, beleértve a szív érrendszeri, tehát a koszorúja betegségek, beleértve az agyérrendszeri, tehát a stroke és egyéb agyi vaszkuláris katasztrófákat, és hát nyilván azt a sok-sok eret, ami behálózza az erőnket, amit perifériás érrendszernek hívunk, annak a betegségei. Ennek a három nagy betegségcsoportnak a halálozása Magyarországon most magasabb, mint a daganatos betegségeknek a halálozása. Az előfordulása is nagyon nagy. És ami nagyon fontos, hogy ezek a betegségek viszonylag fiatalon, adott esetben még betegség nélkül megjelennek, tehát betegségtudat és látható forma nélkül 30-40 éves koromban elindulnak az érrendszerünkön belül, és kinek hogy, szerencsésen vagy szerencsétlenül, adott esetben már nagyon fiatal, aktív korban, 40-50 éves korban súlyos problémákat okozhatnak. Tehát ez a betegség, ez a kifejezetten az aktív felnőtt férfi korosztálynak egy nagyon súlyos kockázatot jelent, nem csak a hosszú távú betegség szempontjából, a rövid távú életben maradás szempontjából is. Hiszen ezek a katasztrófák, ezek nagyon gyakran halállal járnak. Ebből kifolyólag az érbetegséggel globálisan érdemes foglalkozni, orvosként, tudományosan és laikusként is, hiszen az a 40 ezer kilométernyi, tehát 40 ezer kilométernyi egyenlítőnyi érpálya, ami bennünk van, egészen pontosan egy egyenlítőnyi érpálya folyik bennünk, aminek másfél kilogramm a súlya, csak hogyha az érbelhártyát nézzük, de az csak a belhártya, és egyébként 220 négyzetméter, ha kiterítjük, hatalmas szervről van szó, amit nem is ismerünk valójában, mert azt tudjuk, hogy van szívünk, agyunk, vesénk, azt, hogy egy ilyen volumenű érrendszerünk van, nem tudjuk. Ez az érrendszer egyformán viselkedik az agyi ereinkben, a szívkoszul ereinkben, a vesénket ellátó erekben, a végtagjainkat és minden testrészünket ellátó erekben. Ez egy kicsit megkönnyíti a helyzetünket, mert így több szakma is tud koncentrálni a betegségünkre, tehát hogyha a szívgyógyász
talál egy koszorúérbetegséget, akkor fogja tudni, hogy hamarosan figyelni kell a agyiverőerekre is, a perifériás erekre is. Tehát az egyik betegség a másiknak előjele, prediktora lehet. A legnagyobb szerencse, és ez az érsebészek és az érmegyógyászok nagyon fontos szerepe is a háziorvosoké, hogyha valakinek találunk egy keringés gyengülést a végtagján, alsó végtagján, tehát mondjuk a boka magasságában mért nyomás, vérnyomás érték, amit speciálisan lehet mérni ultrahanggal, Doppler ultrahanggal, jelentősen kisebb, mint a karom mérté, mondjuk 80% alatt van, vagy még alatta, ez egy prediktora, előjele annak, hogy itt 3-4 éven belül sztrókot kaphat a beteg, vagy koszorúérbetegség kapcsán infarktust. Tehát, hogyha valakinek megtapintjuk a poka mellett a terhét, és ne agyisten panasza is van, hogy járáskor meg kell állni, mert elfárad a lábszárizma. Ne agyisten, még egyéb dolgot is látunk, megmérjük ezt a bokaindexet, akkor számunkra egy nagyon-nagyon fontos információt megvan a beteggel kapcsolatban, szinte meg tudjuk mondani, hogy mikor mi fog bekövetkezni, ha nem lépünk közbe, és meg fogjuk tudni, hogy mikor mit kell tenni. Nagyjából az erek állapotának a javítása, a betegség romlásának, a progressziának a megelőzése egyforma a vaszkuláris szív, vaszkuláris agy és a vaszkuláris egyéb betegségekben. Tehát bármelyikünk találja a rendszerben, érvédőket, érfalvédőket kell adni. Olyat, ami meggátolja az érfal megvastagodás, érbelhártya növekedésnek a folyamatát, és olyan gyógyszereket kell, ami ezeken a beteg érbelhártyákon nem engedi, hogy vérrögök alakuljanak ki. Köztudottan ismert ezek a különböző enyhe alvadásgátló, de nem igazán alvadásgátló, csak trombus aggregációgátlók, aspirintel a legkülönbözőbb szerekig. A másik pedig az érfalvédő, ami a koleszterin szint csökkentése révén segíti az érfal növekedés gátlását, tehát nem fog vastagodni az érfal. Akinek a legkisebb kockázata van, vagy felmértük, hogy kockázata van, azonnak ezekkel a gyógyszerekkel védeni kell az érfalat. A legfontosabb védelem ilyenkor, ha bármilyen érbetegségre merül fel hajlam, a otthon elvégezhető érbelhártya védelem. Úgy hívjuk, hogy értorna. Az értorna nem mást jelent, mint hogy fokozottan használjuk az izmainkat, a végtagizmainkat, döntően az alsó végtagit, nyilván a felső végtag is semmit. Ez nem más, mint egy torna. Rendszeres, visszatérő torna, amivel egyrészt serkentjük a keringésünket. Arra, hogyha valahol ki kell nyílni egy megkerülő útnak, hiszen az érrendszerünk az nem egy olyan cső, mint a házi vízhálózat, hogy ha egy helyen elzállodik, akkor nem megy tovább. Rengeteg tartalék megkerülő út van, ami csak akkor nyílik ki, amikor szükséges. Amikor egy egészséges ember felszalad 1000 méter magasságba, akkor az 500. méternél nyílnak meg olyan izomutak, izomban lévő oldal keringési utak, amik lehetővé teszik, hogy a nagyobb igényt, az izomnak a nagyobb vérigényét ki tudjuk elégíteni. A beteg embernél nyilván fokozottabban, már sokkal hamarabb egy rövid járástávolság mellett, egy 50 méter után is, hogyha kevés a vér, ami ellátja az izmokat, akkor ezek megnyílnak. Hogyha ezt mi trenírozzuk értornával, rengeteget segítünk. És amellett, hogy megnyílnak ezek az utak, még kifejezett fiziológiai hatása is van az érbelhártyára. Az érbelhártya nem csak egy cellofán, az egy nagyon fontos fiziológiai szerv, ami hormonokat és egyéb vazoaktív szereket termel. Arra késztetjük, hogy javítson az érpálya állapotán. Tehát, hogyha ezt megtesszük, már rengeteget tettünk. Nyilván az mindenki számára köztudott, hogy az érbetegségeknek milyen kockázati tényezői vannak, ez azt hiszem már az óvodában talán tanított. A kevés mozgás, az elhízás, a dohányzás, a beállítatlan magas vérnyomás, a beállítatlan magas vércukorszint, vércukorbetegségek esetén, és még jó néhány. Nyilvánvaló, hogy ha ezeket a rizikó tényezőket, ezeket a kockázati tényezőket csökkentjük, beállítjuk jól a vérnyomást, beállítjuk jól a vércukrot, megfelelő étrendet alkalmazunk, megfelelő diétát alkalmazunk, elhagyjuk a dohányzást, és még tornázunk, valószínűleg sokkal több mindent teszünk, mint egy gyógyszeres kezelés, amire egyébként szintén van mód, amikor már nincsen más lehetőség, vannak keringésjavítók. Az nyilván nem volt köztudott, hogy ilyen nagy az érpálya, de nyilván az sem mindenki számára tudott, hogy az erek varhatók, az erekbe be lehet bújni katéterekkel. Az erek egyébként nem olyan régen varhatók, 1900
2010-ben kapott Karel Nobel-díjat egy francia érsebész, hát igazából sebész, mert nem volt érsebészet, aki egyáltalán megpróbálta az ereket varni, és egyébként nem olyan régen, 1957-ben készült az első áthidaló műtét, egy saját vénával egy eret áthidaltak, ez pedig Kündlen volt, szintén egy francia. Egyébként ez a vénás áthidalás, vénás bypass alapműtétje az érsebészetnek is, meg a szívsebészetnek is ma már. Nem olyan régen volt, 60 évvel ezelőtt. Viszont ma már ezek az érbeavatkozások, az ereknek a kinyitása, tisztítása, az ereknek nyitott műtéte, az ereknek a nyitott áthidalása, a zárt, kvázi zárt beavatkozások az ér pályán keresztül, katéterekkel, fémhálókat beültetve, ezek ma már mindennapos ellátások, mind az agyi ereken, mind a szívereken, koszorúereken, mind a periférás nagyereken. Ez az érsebészet, a szívsebészet, az invazív radiológia, az invazív kardiológia, a hemodinamika alaptevékenysége van már. Erre már akkor van szükség, amikor egy nagyon komoly szűkület, azt mondjuk, hogy jelentős, tehát szignifikáns szűkület van valahol. Azért szignifikáns, azért jelentős, mert az áramlás csökkenés nagyon jelentős azon a részen, annyira beszűkül az ér, mint egy homokóra, hogy már nagyon kevés megy tovább, vagy teljesen, mint egy lezárt homokóra. Ilyenkor tudunk érpályát helyreállítani, kitisztítani, áthidalni, megtágítani, megstentelni, és akkor megpróbáljuk relatíve helyreállítani a legrosszabb szakaszt. A fejfájások hátterében gyakran szemészeti okok állnak. Az elváltozások egy része könnyen kideríthető szemüvegekkel korrigálható. A ritkább elváltozások speciális vizsgálatot igényelnek, amit rutinszerűen még csak kevés optikában alkalmaznak. Varga Anna Mária, a Győri Optimum Optika optometristája, kontaktológusa, a színtévesztés szakértője most bemutatja azokat az eszközöket, amelyekkel diagnosztizálni tudják a két szem együttműködésének lehetséges zavarát. A diagnózis alapján elkészülhet az a szemüveg, melynek viselése megszünteti az ebből az elváltozásból eredő fejfájásokat. Azért azt sokan tudják, hogy a fejfájás mögött állhatnak szemészeti panaszok. Sok esetben okozza az, hogy valaki gyenge vagy éppen erős szemüveget használ, de előfordul az is, hogy a kétszemes együttlátásban van zavar, ami azt jelenti, hogy ugye a jobb és bal szemünkben két különböző kép keletkezik, amit az agyunknak kell aztán a fúzió során egyesíteni, hogy a két szemünkkel egy képet lássunk. Annak, akinek ebben nehézsége van, az sok esetben panaszkodik fejfájásról, migrénről, vagy olyan egyszerű dolgokról, hogy nem látja például a 3D-s mozit, a térlátása nem annyira fejlett, vagy közlekedésben, amikor előzni kell, nem annyira magabiztos, mert nem tudja jól felmérni a távolságokat. És erre van egy jó vizsgálati módszer, ahol ezeket a panaszokat fel tudjuk mérni, ezeket a hibákat ki tudjuk optometriai módszerekkel mérni. Ezt a vizsgálati módszert Polatesznek hívják. A lényege az, hogy a vizsgált személy elé egy polárszűrős szemüveg kerül, amivel polarizált ábrákat mutatunk neki a vizsgálótáblán. A lényege a vizsgálatnak az, hogy az ábra egyik felét a jobb szemével látja, a másik felét a bal szemével. Az ábrának nincsen közös pontja, ezért a fúziós inger itt nem jelentkezik, és azt várjuk tőle, hogy ő ezt a jelen esetben egy keresztábrát szabályos keresztnek lásson. Hogyha ezt ő nem úgy látja, akkor kezdődik a korrekció speciális úgynevezett hasáb lencsékkel, amiknek az az optikai tulajdonságuk van meg, hogy a képet eltolják. Tehát azt is tudják sokan, hogy a pluszos meg a minuszos lencsékkel a fókuszt előre meg hátra toljuk, tehát ott az a lényeg, hogy az éleslátás helyére tegyük a fókuszt, a prizmával viszont jobbra-balra, illetve fölle mozgatjuk a képet. És a prizmák segítségével hozzuk a helytelenül látott ábrát épp állásba. És egy ilyen hasábos szemüveggel megszüntethetőek ezek a panaszok, amiket ez a kétszemes együttlátásának a zavara okozza. Ez előfordul még sok esetben gyerekeknél iskoláskorban, tehát amikor
olyat látunk, hogy összpontosítási nehézség van, a gyerek elfárad az olvasás közben, nem találja meg a sorban a következőt. Ez is adódhat abból, hogy gyakorlatilag ő a két szemével nem oda néz ugyanabban az időben, és ez okozza a nehézséget, ez okozza az olvasási zavart, akár még a diszlexiát is rámondják ilyen gyerekekre, holott ezt kéne megnézni első körben, hogy a kétszemes együttlátás az rendben van-e. A vizsgálat úgy zajlik, hogy ezzel a módszerrel kimérjük a páciens összes eltérését, tehát megállapítjuk, hogy hány prizmadioptriára van szükség és milyen irányban, és ezzel az eszközzel pedig azt nézzük meg, hogy mi az, amit ő a saját erejéből ebből kompenzálni tud. És a lényeg az, hogy szemüveget akkor kap valaki, hogyha a kompenzációs készsége az gyenge ahhoz, hogy a saját eltérésével ő élni tudjon. Tehát a szemüveg az akkor születik, amikor ez az arány nem megfelelő. A kimért és a kompenzált eltérés aránya nem megfelelő. Azt pedig ezzel az eszközzel mérjük, így tologatva a szeme előtt, egyszer csak a kettős látás beindul, és akkor nem tudja a kompenzálást megcsinálni, szétesett a kép. Valamennyi hiba szinte mindenkinél kimérhető. Szemüveget nem akkor írunk, hogyha ezt a hibát mi kimérjük, hanem akkor, amikor ez panaszt okoz. Tehát ennek vannak nagyon tipikus panaszai, ezeket mi ilyen fáradásos panaszoknak hívjuk. Tehát amikor az összpontosítás miatt az idegrendszer ebbe belefárad, és inkább idézőjelben lekapcsolja a villanyt, tehát abba hagyja az olvasást, elalszik rajta, nem bír kitartóan odafigyelni, vagy pedig tényleg a fejfájás, a migrén. Tehát azért a szemünk, meg az idegrendszerünk, meg az agyunk nagyon, nagyon jól működik együtt. Sokaknak, ha kimérhető ez a hiba, se okoz problémát, akkor nem kap szemüveget. Itt mindig a panasz dönti el, hogy ebből szemüveg készül-e vagy sem. És sok esetben ez változhat is. Tehát, hogyha valakinek van ilyen panasz, a hord ilyen szemüveget, de amikor mondjuk megnő a gyerek, változnak esetleg a fénytörési hibái, akkor akár ezzel is múlhat, idézőjébe ki is nőhetik. Tehát el is múlhat ez a fajta hiba. Ezek egyedi gyártott szemüveglencsék innentől fogva, tehát ez ilyen 10 nap, 2 hetes átfutással készülnek. A maga a vizsgálat sem a legegyszerűbb vizsgálatok közé tartozik, tehát ez egy ilyen 40-50 perces vizsgálat, és igénybe veszi a vizsgált szemét is, meg a vizsgálót is, mert nagyon nehéz külön szemmel nézni, tehát nagyon fárasztó is tud ez lenni. Ehhez kellenek eszközök, speciális eszközök, olyan vizsgáló eszközök, amivel ugye ezt egyáltalán mérni tudjuk. Meg kell hozzá, hogy ezt a vizsgálati metodikát meg is tanuljuk, tehát nem mindenki foglalkozik azért ezzel. Ámics Katalin, gyógypedagógiai tanár, pszichopedagógus, pedagógiai terapeuta, többször vendége volt műsorunknak. Több mint 25 éven át segítette szaktudásával, cikkeivel az egészségügyi fejvilágosító munkámat. Többek között a Kisalföld gyógyír mellékletében, egy időben a Mami című állandó rovattal. Nem csak jó szakember, de barát is volt. A közelmúltban elment egy másik dimenzióba, Árnics Katalinra most egy olyan beszélgetés felidézésével emlékezünk, melyben az autistáról beszél, szakszerűen és segítő szeretettel, ahogy szokta. Egy állapotnak hívjuk az autizmust, és egy olyan állapotnak, ami az egész életet meghatározó és az egész élet folyamán tart. De ahogy látjuk, ez fejleszthető, tehát a kommunikáció, ugye végül is nagyjából azért az emberi életben a kommunikáció rengeteget jelent. Igen. És az autistáknál azért a kommunikációs zavar az egy szembetűnő. Hogyne. Tehát három lényeges hiány határozza meg az ő életüket. A kommunikációs problémák, a szociális beilleszkedési zavar és a fantáziának a sérültsége. Uh-huh. Hát azt látjuk, hogy a kommunikáció bizonyos szinten áttörhető. Igen. Mennyire fejleszthető ez? Én szerintem nagyon jól fejleszthető, de most a fejleszthetőség az nyilván, hogy attól függ, hogy az autizmussal élő személy megszületik egyfajta intelligencia készlettel, tehát a fejleszthetőségét ez határozza meg. Ezt sajnos el kell mondani. Oké, ez rendben van, viszont nem határozza meg a szülőnek a hozzáállása például? Ez egy iszonyatosan fontos dolog. A gyerek az idézőjelbe tetten, de a szülőjé. Tehát a szülő az ő személyes szakértője. Pont ezért is csináljuk ezt a több szülőképzést. Mert hogy nagyon fontos, hogy a szülők tisztában legyenek azzal, hogy mit jelent ez az állapot, mi az autizmus, mi ebben a fejleszthetőségi lehetőség, mennyi ebben az ő szerepe, hogyan kell menedzselnie a gyerekét. Borzasztó sokat jelent. És az nagyon-nagyon sokat jelent, hogyha a szülő
egy hosszú vagy rövidebb, kinek hogyan van gyászmunkán keresztül, el tudja fogadni azt, hogy mi történt vele. El tudja fogadni azt, hogy neki most van egy autizmussal élő gyereke, és neki így ezzel az állapottal együtt kell segíteni. És az nagyjából mikor mondható meg, hogy mennyire fejlesztett a gyerek? Tehát milyen legyen a szülő elvárása? Mert nyilván az se jó, hogyha, igen, ez nagyon fontos. Az se jó, hogyha igen, túl magas a mérce, és az se jó, hogyha túl alacsony. Hát 3-5 éves korban, De az utolsó időpontban, az iskolás kortáján meg lehet mondani azt, hogy milyen irányt vesz majd az ő fejlődése. Na hát még sokat tudnánk beszélgetni erről, viszont lejárt a műsoridőnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. A nyáron elindított sorozatunkban a magam példáján szerettem volna elindítani önöket a testmozgás irányába. Életünkben ugyanis eljön az a pillanat, amikor belátjuk, nincs mese, életmódot kell váltani. Mai adásunkban már egy konkrét betegségcsoport esetén ajánlatos tornát mutatok be, különösen a gerincbetegek figyelmére számítok, de megelőzésnek is ajánlom a most következő Juhász Ildikó gyógytornász által javasolt gyakorlatokat. Jó napot kívánok! Folytatjuk a tornával, mozgással kapcsolatban megkezdett sorozatunkat. Most a gerincre koncentrálunk. Azok az emberek, akik rendszeres ülőmunkát végeznek, vagy sokat utaznak autóba, vagy nehogy Isten áttestük egy gerincsérv műtéten, azok az emberek ajánlott rendszeresen legalább heti 3 alkalommal kb. 20 perces gerinctornát végezni. Ahogy mindig is szoktam, most is hangsúlyoznám, hogy azok az emberek, akik valamilyen gerincbetegségtől szenvednek, vagy esetleg operáción estek át, mindenképpen kérjék ki gyógytornás segítségét, vagy gyógytornásszal gyakoroljanak, illetőleg lehetőleg személyi edzővel, hogyha nincsen különösebb betegségük, de mutatunk olyan gyakorlatokat is, amit meg lehet próbálni otthon, amennyiben úgy gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk, egyedül. A gerinctornához mindenképpen fontos, hogy le kell mennünk a földre, lehetőleg valamilyen kemény talajra, egy filcet leteríthetünk, és négy kézláb vagy fekvő helyzetben fogjuk végezni a gyakorlatokat. Otthon, mikor lefekszünk, akkor általában nagyon gyakran helytelenül fekszünk le, és sokszor ez is kialakul hátfájás, hogyan kell lefeküdni úgy, akár a gerinctornához is, hogy megkíméljük a gerincünket. Le kell térdelni először, nyilván a térdfájósoknak azért nem vészes, mert ez egy puha, aránylag puha filcre fekszem le. És el kell dőlni oldalra, és amikor már len van a fenekünk, akkor kell helyre tenni. Így, egyenesen. És fölkelni ugyanúgy kell, hogy elfordulunk oldalra, a jobbik térdünkre feltérdelünk, és úgy állunk fel. Ez a helyes lefekvés és helyes felállás, ami megkíméli a gerincünknek ezt a szakaszát, a háti gerincet. Most csak röviden fogom megmutatni a gyakorlatokat, azonban nagyon fontos az, hogy minden gyakorlatot 8-10-szer elvégezhetünk, csak miután az időben nem fér bele, ezért nem folyamatosan mutatjuk be, hanem egy-egy gyakorlatból csak néhány részletet. Az első gyakorlat az lenne, mindegy bemelegítésként fölemeljük a fejünk fölé a karjainkat, és a karunkat, azonos oldali lábunkat nyújtóztatjuk fölfelé és lefele felváltva. És érezhetjük azt, hogy a gerincünk és a hátsó hosszú hátizmunk az feszül. Nyújtózkodunk egyik oldalon, fölfele, lefele, másik oldalon. Második gyakorlatként tegyük a kezeinket a fejünk alá, a könyöküket két oldalra kifeszítjük, mellünket kiemeljük, ezáltal megfeszül kicsit a hátizmunk, és utána kilégzünk, összezárjuk a könyököket, két oldalra megint kifeszítjük a földre, ez a belégzés. Ilyenkor érezzük, hogy a hátizmunk feszül. Ez nem csak hátizom lazításnak jó, hanem légzőgyakorlatnak is. Kilégzés, belégzés. Kilégzés, belégzés, a térdünk pedig felhúzva van, és talpon van a lábunk. Még mindig hátonfekvő gyakorlatnál tartunk, két oldalra kitesszük a kezeinket, lábunk az a földön van, felhúzva a térdünk, és megpróbálunk úgy a másik oldalra fordulni, minél inkább közelíteni a másik kezünkhez, hogy a törzsünk fordul, de a csípőnk lemarad a földön. Egyik oldal, másik oldal. Ez jó kis nyújtó gyakorlat, mindenki próbálja megfogni az ellenoldali földön lévő tenyerét a másikkal, úgysem fog sikerülni, de kiválóan megnyújtja a hátizmainkat, és megmozgatja a háti gerincünket. Nekem már roppant is egyet.
Csak az nem hallgatszott. A hasizom gyakorlatoknál, hogy általában mindenkinek a felülés jut az eszébe, én nagyon sokat végeztem annak idején, és rendszeresen megfájult a nyakam, a nyakcsigolyáim, illetve a fej hátsó izmai, ezért úgy kell végezni a gyakorlatot, hogy az egyik kezünket a fej alá tesszük, a másikat kinyújtjuk oldalra, a lábunk térben behajlítva, talpunk a földön, és ellenoldali térthez az ellenoldali kezünket, közben megemeljük a fejünket, és azzal, hogy a kezünkben van a fejünk alatt, nyakunk alatt, ezzel tehermentesítjük a nyakunkat, és nem fog fájni tőle a nyakunk. Ez egy nagyon egyszerű hasizom gyakorlat, viszont nagyon szépen lehet vele dolgoztatni a hasizmot, és hogy megcsináltunk 8-10 gyakorlatot, úgy szépen váltunk oldalt, és fordított oldalra is folytathatjuk a gyakorlatot. Egy medencetájék és hasizmot is erősítő gyakorlat, ami szerintem sokak számára ismert. Nagyon fontos, hogy a térdünket felhúzzuk és talpon állunk egyébként. A testünk mellett van a tenyerünk, föld fele lefordítva, és a talpon állunk. Megemeljük a medencénket, a feneket megfeszítjük, hátat megfeszítjük, hasat megfeszítjük, és visszatesszük, és elengedjük magunkat. Mindig a földön lazítunk, megemeljük, feszes fenék, feszes has, feszes hátizom, és letesszük. Nem kell kapkodni, szépen, tempósan, kényelmesen. Ez nagyon szépen erősíti a medence és a hátizmokat, és szépen nyújtja a gerincet is. Roppant egyszerű, és roppant hatékony. Most megint egy nyújtógyakorlatról lesz szó, amik a váll, a hát és a hasizmokat nyújtja, a térdeink megint csak behajlítva, egyik lábunkat kinyújtjuk, két kezünket összekulcsoljuk a fejünk felett, fölfele nyújtózkodunk, és nyújtjuk lefele a lábat, majd pedig visszahúzzuk, elazítjuk a vállunkat, és csere. Nyújtózkodunk, fölfele, lefele, majd lazítunk, nyújtózkodunk, fölfele, lefele, lazítunk, és ezt is szépen 10-szer egyik oldalra, 10-szer pedig a másik oldalra megismételjük. Oldaltfekvő helyzetű gyakorlatokkal folytatjuk. Az a lényeg, hogy ha van egy szivacsunk, akkor feküdjünk ki a hátsó szélére, mert lehetőleg egyenes háttal kell feküdnünk, és ezt így tudjuk leginkább rekonstruálni. Az egyik kezünket tegyük a fejünk alá, a másikat tarkóra a fejünk fölé. Halítsuk össze a könyökeinket, és húzzuk fel szinte ilyen magzati pozícióba a térdeinket. És ez az elengedés helyzete, elernyedés helyzete, utána a könyökünket visszük ki egyik oldalra, ezáltal nagyon szépen húzódik a háti gerincünk, izomzatunk és a vállöv, és vissza. Szépen lassan, nem kell kapkodni, utána fordulhatunk fejjel, ki, vissza. Ki, fordulunk, a csípőnk, térdünk marad a helyén, vissza. Ez is kiváló a háti gerincnek és az ágyhi gerincnek egyaránt. A következő gyakorlattal nem csak a hátizmunkat, de a farizmunkat is erősíthetjük. A kezünket felemeljük a fejünk felé, oda fekvő helyzetbe, és kinyújtjuk a lábunkat. Az egyiket, a felső, tehát felső kar és felső láb nyújtva, az alsó az pedig simán abban a korábbi magzati pószerű helyzetbe, és levegőbe tartjuk a lábunkat, kezünket, majd a könyökünket és a térdünket közelítjük egymáshoz, egyszer vissza nyújtjuk, még egyszer vissza nyújtjuk, fejünket is vihetjük vele, és ezzel szépen a háti, hasi izmunk és a fenék izmunk is dolgozik. Pedig közben úgy tűnik, mint a pihennénk és fekszünk a földön. Csak ki kell próbálni. Most egy olyan gyakorlat következik, amiben megmutatom azt, hogy fekve hogyan kell bal lábbal gólt rúgni egy focistának például, viszont kiváló gerinc mozgató gyakorlat. Előre tesszük a bal kezünket, hátra a bal lábunkat, és belerúgunk a labdába, és hátra fordulunk, majd vissza. Lendületből. Tipikusan, hogyha most állnék és nem feküdnék, akkor nem egy bal lábas labdarúgó, aki éppen kapura rúg nagy lendülettel. Jól megnyújtjuk, nem kell kapkodni. És aztán oldalt cserélünk. Maradunk oldalfekvésben, bal karunk a fejünk fölött kinyújtva, a jobb lábunk behajlítva, ezzel kiméljük a csípőnket, gerincünket, ágyhi gerincünket, és a bal lábunk is kinyújtva, és a kettőt fölemeljük, és közelítünk egymáshoz, emelhetjük a fejünket is, azzal még inkább a hasizom munkáját segítjük.
és szépen megfogjuk a bal bokát, legalábbis megpróbáljuk nyújtott lábbal, nyújtott kézzel, emeljük a fejet, és hát ezzel aztán dolgozik a teljes combizomzatunk, illetőleg a hasizmunk is. Kiváló gyakorlat. Az oldalfekvő gyakorlatokhoz még egy kis nyújtás a végén. A karunkat fölemeljük a fejünk fölé, lábunkat kinyújtjuk, talpunkat visszafeszítjük, és lefele feszítjük, fölfele nyúlunk. Lefele feszítjük, fölfele nyúlunk, mindegyik a földön van, hogy ne erőltessük, elengedjük. Majd lefele feszítünk, fölfele nyúlunk, és ezt többször megismételjük. Minden egyes gyakorlatsor végén nyújtással kell befejezni a gyakorlatokat. A vehemensebb emberek úgy kelnek föl reggel, hogy szépen fogják, így puty, fölülnek, na ettől megy tönkre a háti gerinc, ahogy idősödik az ember rájön arra, hogy sokkal okosabb dolog az, hogyha elfordulunk oldalra szépen, feltérdelünk az egyik lábunkra, és egyenes gerincsel rátámaszkodva a térdünkre fölállunk. És ez sokkal egészségesebb. Mindenki próbáljon sokat mozogni, és hogyha nagyon szükséges, akkor kérje ki szakember tanácsát, ha pedig betegsége van, akkor forduljon a gyógytornászhoz. Megéri. Kedves hölgyeim és uraim, elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Egészségügyi témákról olvashatnak még a Győrpuszt heti lap Vény nélkül rovatában. Két hét múlva ugyanebben az időben ismét várom önöket, addig is az alábbi e-mail címre bátran írjanak nekem, bármilyen kérdésük van, mindenre választ kaphatnak. A viszontlátásra! A műsorvezető öltözetét a Fatboyz biztosítja. Fatboyz, minden, ami egy nagyfiú ruhatárába kell.